Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Úgy gondolom, a karácsonyi időszakra való előkészület, vagyis az adventi idő nagyon sok olyan mély, a szívünket átjáró szimbólummal, énekkel, imádsággal, verssel gazdagít bennünket, amelyek közelebb vihetnek bennünket a várakozás gondolatában Krisztushoz. Hiszen miközben mi várunk Krisztusra, ő is vár ránk, hogy találkozzunk vele. Az adventi időszak valójában már a találkozásnak a megvalósulását is jelenti. Éppen ezért, amikor egyre inkább haladunk bele az adventi időszakba, meg kell kérdeznünk magunktól, hogy találkoztunk-e már Krisztussal. Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy egyáltalán ott van-e már a mi életünkben. Hiszen, hogyha nem találtunk még rá, az nem jelenti azt, hogy egyáltalán az adventi időszakunk fölösleges volt. Ugyanakkor egyfajta visszajelzés is számunkra, hogy kicsikét más módon kell közelítenünk hozzá. Éppen ezért az adventi időszak nem csak egy lelki gyakorlat mindannyiunk számára, mint például a nagyböjt, amelyben bűnbánat által, elcsendesedés által, kicsit a liturgiának az egyszerűsége által próbálunk közeledni Krisztushoz, hanem megtanít bennünket egyáltalán azt is szemlélni, azt is vizsgálni, hogy hogyan alakulhat a mi életünkben az Isten kapcsolat, hogyan formálódik, illetve azok a gazdag szimbólumok, amik elsősorban egyébként a 19.-20. században kezdték eltölteni az adventi időszakot, azok hogyan mélyíthetik el a Krisztussal való találkozásnak a lehetőségeit. Éppen ezért egyáltalán most arra kellene egy kicsit fókuszálnunk, és erre az elcsendesedés is alkalmas az adventi időszakban, hogy Krisztussal való kapcsolatunkban mi az, ami még hiányos? Mi az, amiben változtatnunk kell? Mi az, ami nagyon sok esetben elvonja a figyelmünket a Krisztussal való találkozásról? Engedjenek meg egy történetet ezzel kapcsolatban. Egyszer egy egyetemi professzor bement egy óráját megtartani, és az órának az elején kirakott egy befőttes üveget az asztalra. Aztán ebbe a befőttes üvegbe egy jókora hatalmas nagy követ belerakott, az pont kitöltötte ezt a befőttes üveget, megkérdezte a hallgatóitól, hogy tele van-e ez az üveg. Hallgatók ugye bólogattak, hát csak ugyan olyan nagy követ nem tudtak volna többet beletenni. Aztán a professzor ilyen kisebb kavicsokat vett elő. A kisebb kavicsokkal is föltöltötte gyakorlatilag ezt a kis befőttes üveget, és aztán ezekkel a kis kavicsokkal is tele lett ez a befőttes üveg. Megkérdezte újra a hallgatóktól, na és most tele van-e már ez a befőttes üveg? Kicsikét elkezdtek mosolyogni a hallgatók, de azt mondták, igen, most már tele van. A táskájához ment ez a professzor, elővette egy zacskó homokot, és finom homokkal megint csak föltöltötte gyakorlatilag az aljától a tetejéig ezt a befőttes üveget. Aztán megint megkérdezte, hogy tele van-e ez az üveg? Hát most már igencsak kuncogtak azok, akik ott voltak ezen az órán, de végül is aztán bólogattak, de egyre inkább látták, hogy itt valami nehézség lesz ezzel kapcsolatban. Tétován, de bólogattak, hogy igen, most már tényleg tele van az üveg. Ekkor még a legvégén végül egy sört vett elő ez a professzor, és a sörrel is föltöltötte ezt a befőttes üveget, majd újra megkérdezte, hogy na és most, tele van ez az üveg? Hát mondták, hogy tele, de már inkább bizonytalanul. Mi a történetnek a tanulsága? Az, hogy nem mindegy, hogy milyen sorrendben töltjük fel a mi életünket. Hogyha valaki először próbálta meg volna ezt a befőttes üveget sörrel feltölteni, akkor nem maradt volna hely a homoknak, ki szorította volna gyakorlatilag belőle. Vagy hogyha a piciny kavicsokat, homokokat rakta volna először ebbe az üvegbe, akkor már nem maradt volna hely az igazán nagy és fontos kőnek, amit az elején helyezett bele ez a professzor. Megértették a célzást a hallgatók, és gyakorlatilag tényleg ezt tanítja nekünk ez a tanmese.
Kicsit egyik hallgató azért a végén megkérdezte, hogy mégis mit jelent ez a végén, hogy ugye sörrel is megtöltötte. Hát az, hogyha az életünket helyes sorrendben töltöttük fel, volt benne hely Istennek, volt benne hely a barátoknak, volt benne hely a hobbinak, akkor még mindig lehet, hogy van egy kis időnk arra, hogy eltöltsünk egy pofasört a barátainkkal. Viszont hogyha nem jó a sorrend, akkor nagyon sok esetben a fontos dolgok szorulnak ki a mi életünkből. Az advent időszak erre figyelmeztet bennünket. Vajon jó-e a sorrendünk? Vajon az apró dolgok nem szorítják-e ki például Jézust a mi életünkből? Nagyon sokszor találkozhatunk ezzel, hogy karácsonyfa van, karácsonyi fények, karácsonyi énekek vannak, ám de nincs igazán megtöltve tartalommal. Sokan kicsit előre is sietnek. Elfelejtik azt, hogy az advent időszaknak van egy kimértsége, egy alapvetően megnyugtató jellege, amely még nem a karácsonyi daloknak, a karácsonyi fényeknek a pompáját hordozza, sokkal inkább az egyszerűséget, a szerénységet, a szelídséget, a várakozást. Várjuk azt, hogy eljöjjön közénk az üdvözítő. Várjuk azt, hogy elérkezzen az a pillanat, amikor a szívünk végre meg tud nyílni, hogy kirakjuk az életünkből azokat a dolgokat, amelyek nem annyira fontosak. És az adventi időszak kicsit erre ad lehetőséget. Nem csupán a bűnbánat által, amikor valaki belép a gyóntatószékbe és meggyónja a bűneit, hanem azok által, a gyakorlatok által, amelyek segítenek bennünket az elcsendesedésben, az imádságban, a Krisztusra való odafigyelésben. És éppen ezért az advent időszaknak a sajátos hagyományai, amikről majd egy kicsikét fogunk beszélni itt a mai alkalmunkon még, ezek is ezt akarják elmélyíteni. Miben különbözik alapvetően, hogyha már most elkezdjük a karácsony dicsőségét, ami gyakorlatilag, hogyha az ember biztosan másokkal is előfordul, hogy például elmennek egy boltba bevásárlást elintézni, és már hallja mindenki, hogy a jingle bells, meg a különböző karácsonyi énekek, nagyon sok esetben már annak örül az ember, hogyha magyar éneket egyáltalán hall, ezzel találkozunk a boltban, ezzel találkozunk, amikor valamilyen rendezvényre elmegyünk, és nincsenek jelen azok az énekek például, amelyek a várakozásnak az örömében akarnak elmélyíteni bennünket. Mit kezdjünk ezzel? Miért van ez a különbségtétel például a liturgiában is? Miért van az, hogy most még ugye az adventi várakozásra irányítjuk figyelmünket? Azért, hogy helyesen lássuk, hogy mi a sorrend a mi életünkben. Először Krisztus, az Istennel való kapcsolatunk. Azért vagyunk most csendben, azért vagyunk egy kicsit egyszerűbben, azért nem a hatalmas fények és csillogás és a karácsonyi énekek zengedelme jelenik meg, hogy tudjunk odafigyelni valóban Krisztusra, aki a csendben is közel lép hozzánk. Ezzel kapcsolatban biztosan a kedves testvérek is ismerik az újjöjj, újjöjj üdvözítő éneket, amely bármi furcsa is, de nem karácsonyi ének, alapvetően az adventnek egy nagyon meghatározó éneke, mert hogy az üdvözítőre való várakozásra fókuszál, az üdvözítővel való találkozás örömét próbálja egyfajta módon megsejtetni a mi életünkben, hogy közeledik hozzánk, és miközben közeledik, nekünk is közelednünk kell a szívünkben Krisztushoz. Jöjjön tehát közénk az üdvözítő, és a szívünk is alakuljon, formálódjon, hogy valóban a vele való találkozás örömét megosszuk fele barátainkkal. Égfelhői nyíjatok szét, hoz
szó, Jákob, fejedel mit? Föld virulj ki, völgyön halmon, viruló zöld hat fakadjon. Nyíki földnek szép virága, Dávid házának királya. Ó, fényes nap, ó, szép csillag, téged vágyunk mi látni csak. Kelj fel napunk, fényességed, üzel a sötétséget. Hogyan ez az adventi énekünk is elénk tárja, várjuk az üdvözítőt. Valójában tehát még egy várakozási állapot is jelen van a szívünkben, miközben tudjuk, hogy már találkoztunk vele. Ezek a szimbólumok, amelyek az advent időszakhoz tartoznak, például az énekek, versek, de a népszokások is, alapvetően ennek a várakozásnak és ebben a folyamatban való jelenlétnek, a folyamatban való gondolkodásnak a megvalósulását akarják elmélyíteni a szívünkben. Ugyanis már régen is tudták azt az emberek, tehát akár mondjuk, hogyha egy 50-100 vagy 200 évvel ezelőttre gondolunk, hogy amikor valamilyen ünneplésre készülünk, akkor szükséges az, hogy arra egyfajta előkészületi időszak jelen legyen az életünkben. Sokak számára például az adventi időszakhoz, ez a téli időszakhoz hozzátartozott például a disznótor. Azt mondták, hogy igen, hogy a karácsonyi, úgymond angyali kolbász ott lehessen majd aztán a karácsonyfán, ezért már szükséges az, hogy nyilván nem 23-án vagy 24-én vágjuk le azt a pusit, hanem már előtte, és éppen ezért talán sokaknak még, akik vidéken laktak, vagy még megélték ezt a népszokást, alapvetően ez is hozzátartozik a várakozásukhoz. De egyébként nyilván azzal is szembesülni kellett ebben a várakozási időszakban, hogy egyre inkább hosszabbak lettek az éjszakák, és ennek egy nagyon szép megvalósulása a katolikus liturgiánkban a hajnali mise. Régen ezt Roráta misének is hívták. A Roráta mise az gyakorlatilag a boldogságos Szűz Máriát köszöntő szent mise volt. Most is szokták néha ezt alkalmazni, amit ugye fehérben mutat be a pap, és a boldogságos Szűz Máriáról vannak véve ugye a mise szövegek, illetve egyáltalán ugye az olvasmányok is. Kicsit a liturgikus reform azen változtatott. Az advent időszakot egy hosszú lelki gyakorlatként értelmezi gyakorlatilag a Novus Ordo, és ennek következtében minden napnak megvannak a maga olvasmányai, evangéliumai, amelyek elmélyítik ugyanezt a gondolatkört, amit például ebben az énekben is hallottunk, hogy várjuk az üdvözítőt, ó, jöjj üdvözítő, mert beteljesedett az idő. És valójában nagyon sokan itt is például az idő beteljesedését összeszokták cserélni, és vannak, akik azt gondolják, hogy hú, hát az idő beteljesedése, a végidő, az majd ugye az utolsó ítéletkor, meg a világ végén lesz. De valójában Jézusra várt az idő. Jézusra mutatott mindenki, hogy ő meg fog születni. És éppen ezért most is erre a szent időszakra mutat minden. Készülünk tehát a karácsony ünnepére az adventi időszakban. Ebben az időszakban elmélyítjük azt a lelkületet, hogy minél korábban, minél inkább frissen akarunk találkozni Jézussal. A Roráta misék, ezek a hajnali misék, amik nagyon sok esetben a hajnali órákban, ugye akár ilyen 6 óra, volt, ahol még ettől is korábban, nyilván akár a pirkadatot is elérheti, akár fél hét, 7 óra, és akkor gyakorlatilag vaksötétben elmegy az ember szentmisére, de mire gyakorlatilag jön ki a templomból, addigra azt látja, hogy megpirkadt, egy kicsikét kivilágosodott.
És így a világosság ugye növekszik a mi szívünkben. Hiszen valójában ez a szimbólum az, ami áthatja az egész liturgiánkat. A fény, a világosság, Krisztus a világ világossága. És amikor harmatoznak az egek, amikor erről a kifejezéstől hallunk, hiszen ez is nagyon sok esetben ugye a Rorate Coeli Dei Super énekünkhöz kapcsolódóan megjelenik, akkor arra várunk, hogy az egek jelezzék, hogy valami megváltozott. Valamilyen módon közelebb lépett hozzánk Krisztus. És nyilván ebben a közeledésében, a Krisztussal való közeledésben is keressük a lehetőséget a találkozásra. Például ezzel is, hogy már egészen korán fölébredünk, korán hajnalban, idézőjelben, próbáljuk a napunkat azzal indítani, hogy már várjuk az üdvözítőt. Egy másik szimbólumot is magában hordoz, gyakorlatilag a katolikus liturgiában magához a bűnhöz, a sötétség, az éjszaka, az társul, amikor elárulják ugye Jézust, őt is ugye éjszaka fogják el, éjszaka börtönzik be, éjszaka hurcolják a főtanács elé, és gyakorlatilag az éjszaka, a sötétség nagyon sok esetben összekapcsolódik a bűnnel. Egy másik dologgal is összekapcsolódik, azzal, hogy az ember készen már arra, hogy a Krisztussal való örömről tanúságot tegyen az emberek előtt. Ezt nagyon sokan elfelejtik napjainkban. A liturgiánk magában hordozza, hogy az emberek lámpásokkal mentek ugye az éjszakába, hogy ott a hajnali misén úgymond találkozzanak az Úr Jézussal. Vagyis egyfajta tanúságtétel, mint egy fáklyás körmenet az éjszaka közepén. Az embereknek feltűnik, ó, mi ez itt ez a mozgolódás. Még egy olyan városban is, ahol egyébként nem feltétlenül jelennek meg ugye a keresztény tanúságtételnek a jelei, ha például azt látják, hogy nagyon sokan már hajnali órában ott sorakoznak a szent templom előtt, szent épület előtt, szent misére várva, ez egyfajta szimbólumot hordoz. És mit hordoz még? Az adventi időszakban fölébredünk a bűn álmából, hogy készek legyünk a Krisztusi életre, az öröm megtapasztalására, és tanúságot tegyünk erről az emberek előtt. Nagyon szépen kifejezi egy másik adventi énekünk ezt, az ébredj ember mély álmodból, megszabadulsz rabságotól. Milyen rabságból is szabadulunk meg? Elsősorban a bűntől, de nyilvánvalóan a restségtől is. Hogy elfelejtsük azt, hogy az adventi időszakban úgymond csak szépen beülünk a templomba, úgy szépen el vagyunk, hanem ehelyett fölidézzük azokat az emlékeket. Kicsikét talán most, ahogy ezt az éneket is énekeljük, fölidézhetjük magunkban gyermekkorunk emlékeit, amikor találkoztunk hajnalban akár az Úr Jézussal, mert szeretjük őt. Mert akarunk vele már az első gondolatban találkozni. Föl akarunk ébredni a bűn sötétségéből, hogy Isten világosságára jussunk. Tehát meghív bennünket az adventi időszak a Krisztussal való találkozásra, arra, hogy fölébredjünk a bűn álmából, és újra fölismerjük, hogy Krisztus itt van közöttünk, közeledik hozzánk, sőt, nekünk is tanúságot kell róla tennünk, ami tetteinkkel. Egy ember mi álmodból, megszabadulsz rabságodból, közelít már üdvösséged, eltörlik már minden vétked. Elküldi az Úr angyalát, hogy köszöntse Szűz Máriát, kinek tiszta Szűz méhében, alászállt az örök ége. A Szűzhöz így szólt az angyal,
üdvözli teljes malosztól. Ó Szent Lélek, megárnyékozz, áldott méhed gyümölcsöt hoz. Fiat Jézus néven hívod, ő váltja meg a világot, melyet oly rég tart a sátán, fogságban a bűnnek láncán. Mit is jelent fölébredni az álomból? Mit is jelent egyáltalán a szűzanyára figyelni, mindjárt a hajnali órában, akihez odalép az angyal? Valójában azt jelenti, hogy megéljük a missziós küldetésünket, amit a keresztségben mindannyian elnyertünk. Egészen kicsik voltunk, gyermekek sokan, akiket megkereszteltek, vannak persze néhányan, akik felnőttként keresztelkednek meg, de itt fontosabb mozzanat a megtérés, hogy ott van a lehetőség a szülőkben, hogy bennünket keresztény módon neveljenek, ott van bennünk a lehetőség később, hogy letegyük a bűneinket, meggyónjuk mindazt, ami elszakít bennünket egymástól, elszakít bennünket Isten szeretetétől, és újra visszataláljunk az Úr Jézushoz. Újra visszataláljunk az adventi időszak várakozásában ebbe a folyamatba, amely újra meg újra figyelmeztet bennünket, hogy van valami teendőnk. Szembenézni valamilyen bűnünkkel, kicsit dolgozni magunkon, csiszolni magunkat. Nem sokára Szent Lúcia ünnepéhez is kapcsolódunk. Szent Lúcia ünnepéhez nagyon sokan ugye a boszorkányságot kapcsolják, vagy éppen azt a fajta babonaságot, hogy ugye a Lúcia szék is arra való, hogy úgymond a boszorkányokat kiszúrjuk az éjféli misén a templomban, és aztán ők megtámadnak bennünket, azért kell mákot magunkkal vinni. De mi is a mozzanat, ami gyakorlatilag a Lúcia szék készítés mögött húzódik? Alapvetően például az, hogy különböző féle fafajtákat össze kell gyűjteni, összegyűjtjük mindazt, ami a környezetünkben föllelhető, vannak erre különböző leírások, és aztán minden nap egy kicsikét csiszolunk rajta. Ennek a keresztény szimbolikája alapvetően az, hogy a mi életünk is így működik. Apró csiszolásokkal érünk el eredményt. Vannak nagyon sokan, akik úgy gondolják, hogy hú, hát a megtérés az egy ilyen csúcsesemény, hogy hú, én egyik napról a másikra hirtelenjében minden bűnt megbánok, és aztán én tényleg megígérem, hogy jó leszek. De valójában nagyon sokan elfelejtik, hogy ahogyan a szívünknek szüksége van időre, például egy fájdalom, egy seb feldolgozásához, éppen úgy szüksége van időre arra, hogy alakuljon, formálódjon, csiszolódjon. A Lúcia széken való dolgozás tehát kicsikét annak a szimbolikája is, hogy napról napra alapos és kicsi munkákat végzünk el, amelyek által közelebb kerülünk ahhoz az eszményhez, az az elképzeléshez, ahhoz a tervhez, amelyet Isten megálmodott velünk kapcsolatban. Tehát ez a szimbolikája ennek. Nagyon érdekes az advent időszakhoz kapcsolódó, más felekezetekből megjelenő szimbólumunk, például az adventi koszorú. Szintén ezt jeleníti meg. Az adventi koszorút elő kell készíteni. Aztán meggyújtjuk rajta szépen lassan a gyertyákat egymás után, először két lilát, aztán ugye az örvendet és gaudete vasárnapon ugye a rózsaszint, harmadik vasárnapon meggyújtjuk, majd aztán a negyedik gyertyát is, hogy lássuk azt, hogy valóban növekszik a fény a mi szívünkben, és egyre közelebb kerül hozzánk Krisztus. Tehát ez is egy ilyen szimbólumként jelenik meg. De akik például ajtódíszként készítik el, már itt a karácsonyi időszakra való előkészület jegyében, szintén ugye ehhez a körhöz, a teljességhez próbálnak kapcsolódni, mert hogy Krisztus által beteljesedett az idő.
mint ahogyan már azt ugye más énekeink is magukban hordozzák. Fölébredünk tehát korán, virrasztunk, a szűzanyával találkozunk, csiszoljuk a lelkünket, alakítjuk, formáljuk egyáltalán az életünket, hogy ott hely legyen Krisztusnak. És ezzel a Krisztussal való találkozásban, az adventi időszakban nem csupán megéljük azt, ami régen volt, úgymond nosztalgiázunk, hanem valami új is megszületik a mi szívünkben. Sokan elmulasztják azt is, hogy visszatekintsenek. A visszatekintés az a nosztalgia érzés, hogy jaj, milyen volt, amikor én gyermek voltam, akkor hogyan mentünk el a hajnali misékre, akkor milyen volt a karácsony. Ezek talán nagyon sok esetben csak így felsejlenek, abban azonban segített például ez a nosztalgia érzés is, hogy egyáltalán szembenézzünk azokkal a hibákkal, amelyeket elkövettünk. Megbánjuk a mi bűneinket, letesszük azokat. Fölébredünk a halálból, a sötétségből, a mély álmunkból, és élet fakad bennünk. Krisztus élete. Az a Krisztusi élet, amely fénnyel, világossággal van tele. És ezt akarjuk megosztani fele barátainkkal, ezt akarjuk megosztani egymással. Amikor ünnepekről beszélünk, nyilvánvalóan a szűzanyára való odafigyelésünkkor az első szombatok is eszünkbe jutnak, amikor például mondjuk nagyon sok esetben ugye Mária napon kapcsolódunk bele a Krisztussal való találkozásba, Máriával, aki közben járunk, segítünk, és gyakorlatilag a mi adventi készületünkben is jelen van a szűzanya. Segít bennünket, hogy tényleg tudjunk odafigyelni Jézusra, mint ahogyan ő is készül a Jézussal való találkozásra, hiszen a méhében hordozza őt. Úgymond vágyik arra, hogy ki törjön az ő szíve alól, és itt legyen közöttünk. Tehát valójában Isten, aki mindennek a teremtője, itt akar lenni közöttünk. És erről próbálunk mi tanúságot tenni, erről próbálunk mi az embereknek beszélni, ami nem mindig könnyű. Az adventi időszakhoz hozzátartozik az áldozat hozatal is. De mégis Isten, aki jeleket ad számunkra, aki a csillagokat megalkotja a napkeleti bölcseknek útmutató betlehemi csillagot, ő már előre látja, hogy mi fog történni. Mi is előre látjuk, sietünk, akarunk találkozni az Úr Jézussal, de ehhez szükséges az is, hogy nyilván a szívünkben is elmélyüljünk. Van egy nagyon szép ének, amit zárásként szerettem volna hozni. Ez a Csillagoknak teremtője kezdetű énekünk, amely kifejezi azt, hogy valóban itt van közöttünk Krisztus, és közeledik hozzánk a gyermek Jézus arcában, és nyilván ebben a furcsa helyzetben, hogy már találkozunk vele, de várakozunk is rá, ő mindeneknek a teremtőjeként elsősorban minket akar újjáteremteni. Ez a legnagyobb tette, hogy mi megtérhetünk, hogy miutána tanúságot tehetünk róla fele barátaink előtt. Imádkozó szívvel énekeljünk tehát az Úristenhez, hogy ő, aki megteremtett bennünket, tudjon örök életet is teremteni mindannyiunk szívében, azok szívében is, akik most még csak keresik Krisztust, vagy találkozni akarnak vele az adventi időszakban. Csillagoknak teremtője, és híveknek fényessége, Krisztus minden megváltója, légy kérésünk hallgatója. Ki világon könyörültél, örök halált eltérítvén, meggyógyítád e világot, hozván néki orvosságot. E világnak alkonyatán, idejének végét látván,
dicsőséges szent lélektől, szűz méhében testet öltél. A te erős hatalmadnak minden térdek meghajolnak, mennyeiek és földiek Úrnak vallják fölségedet. A nap felkérésen nyugszik, ahol szépen fényeskedik, csillagok is világulnak, híven tartják ők útjukat. Szentséges Úr, téged kérünk, jövő bíránk és életünk, e napokban őrizd minket, védj sátántól híveidet. Hálát adjunk az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy fölségének, egy mi volt ó Istenségnek. Áldott adventi készületet kívánok mindannyiuknak, és nagyon sok kegyelmet kívánok, hogy valóban az Úr Jézus tudjon megszületni a mi szívünkben karácsony ünnepén, és addig is tényleg ébredjünk föl mély álmunkból, a bűneinkből, Krisztus fényességére, aki csillagokat is vezérel, és a mi szívünket is arra akarja irányítani, hogy Krisztus világossága és fénye betöltsön minden embert. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!